Üdvözlök, ismétel mindenkit! Nincs látható? Egy perccel. Utána kezdem el a beszédet, mint hogy a videó elindult volna. Szóval, az van szó. Körül lehet nézni, mi is van itt. És látunk. Egy határt látunk. Tisztára csupasz. Régebben tavolt fáka. Látni lehet, mi is vált ez a húsevés fogyasztás. De más, sem megeszik a buzát, a marhát, a disznók, más minden jószág, legyen hús. Hús az régebben nem volt annyira eteredve, manapság. Mindenki már húst eszik, meg van terhelve, minden bagyókat kell szedni, csirke bagyót, egymás bagyós növényeket. Napi szinten fogyasztani, nem pedig a húsokat nagyba, ipariában termelni. Ezzel ellen úgy tehetnek, ha megfogják, és nem veszik meg a kész termékeket, se húsakat, semmi egyéb mást, mert tudnék az egészségtelen, lesz sokat mondani. Napi étrendet kell tenni a gabonák fogyasztását. Attól függ, hogy van permetezve, vagy nincsen. Itt annyira nem egészséges semmi sem áll. Te van műanyagokkal, műszerek, vegyszerekkel. Más ami káros, vagy szervezetre nézve. És nem bírnak semmit sem tenni állna. Ez így van. Legjobb, ha felköltöznek egy hegyre, és ottan élekenek, önállatok lesznek. Köszönöm a figyelmeteket, és szevasztok.